Igen, jól látod. Ebben a mai videóban folytatódik a Star Park Story, és elkezdünk egy új sorozatot a csatornán, ami nem más, mint szikletek és teóriák felfedezése a Brawl Stars-ban. És hogy mire is értem ezt? Erre! Ezt próbáltuk minél gyorsabban, ugye, és vasszak a maradásra kinefélve a játékból. És ha itt vagyok a dobjó, akkor nyomjatok rá a kamerára, és majd pedig meg fog nyílni ez. Time Anomaly Detective. Enterre nyomjatok. És ezzel beléphetünk a Star Parknak a security szobájába. Aki esetleg nem tudná, mi a Star Park, egy hely. A Star Park egy hely, ahol azt mondják, hogy minden rendben van. This is normal. Még a zenében is benne van az, hogy mindig mosolyog, és így itt minden rendben van. De valójában nem. Ugyanis itt kapják el azokat a karaktereket, akik bellesztek a játékban, átmossák az agyukat, és gyakorlatilag elhitetik velük, azt, hogy ők itt akarnak lenni, de valójában egyáltalán nem. És egyébként a Brawl Stars kitett egy Star Parkos videót, amin egy olyan hashtag található, hogy Star Park CCTV. Jöhettek a találgatások, hogy ez pont, hogy ez miért. Nem tudom, de magában ez a sorc is eléggé borzongató. Itt is olyanokról van szó, hogy fighting, shooting, blowing up, trash can, stuffing, és csomó minden, ami arra utal, hogy itt nem jó dolgok történnek. És emlékezz, hogy minden mindig normális a Star Parkban. És itt mit is tudunk csinálni? Mindent, amit akarsz. Meg tudjuk nézni a kamokat, hogy mi történik azzal, hogy rányomunk. És hogyha ez nem lenne elég, akkor bele tudunk menni mindenbe. Akár ebbe a kis könyvbe is. Star Park, biztonsági log. A logot, nehogy kividd ezt a logot a security szobából. Ez a munka túlságosan egyszerű. Azért fizetnek, hogy egyszerűen csak sétálgassunk két hétig, nézegessük, hogy mi történt. Ez a legjobb biztonsági munka valaha. Ebből gyakorlatilag annyira vonatkozott, hogy tiktaktózott saját magával. De akár belemehetünk ebbe is. Be tudunk nézni a Star Park biztonsági szoba gépébe. Security Archives. Nézzük meg, hogy mi van itt. Nagyon semmi. És ami érdekesebb az, hogy itt van egy, amiben be tudunk ütni számokat. És nagyon jó kérdés, hogy mi lehet a helyes szám, ugyanis ide beírhatunk bármit, amit akarunk, de nagyon nagy valószínűséggel nem ez lesz a helyes szám. Szóval, hogyha bárki tudja azt, hogy itt mi lehet a helyes szám, az írja le. De egyébként az időutazós teóriák igazak voltak, ugyanis jelenlegi pillanatban 2995-ben vagyunk. Ha valaki tud bármit, az írja le a komment szekcióban. De találkozunk legközelebb, és remélem tetszett ez a nem megszokott videó.